Okay. Nézők, are you ready? Versenyzők, are you ready? És akkor elkezdenénk az első párbajt. Amit mondjatok el nekem még egyszer, hogy kicsoda. Zati Szilárdot látom. Ki ellen? Vitya Filip. Ez egy abszolút generáció közötti pécsi párbaj. Lássuk akkor. És még ahogy nézem, itt a generáció színe, java felsorakozott mind a két oldalon Pécsről. Szeretnék kérni a nézőkkel egy nagy kapcsolat a fiúknak. És akkor kezdjük el a Pécsbetűn váljunk. Jó, közétöntő, régpárbaj. Lett a belül. Thank you.
szabályok egyenlősági kiesés van, ami azt jelenti, hogy a zsűri ebben a másodpercben fogja eldönteni azt, hogy ki a győztes. Megkérdezem a zsűrit, hogy készen állnak a döntéshez? Akkor 3, 2, 1... Az első párosunk a döntővel, Viktor és Filip Pécs. Nagy tasszot kérek szépen az Attának és a Szilárdnak. Őnek is a 18. verseny után a második azt hiszem életükben. Profik voltatok, gratulálunk. És akkor megkérem, hogy készüljenek fel a következő párbajra, illetve fölkészültek, akkor kezdjük is el. Az egyik oldalon mindig elfelejtem az új neveteket, Dr. Alba és Jessica eszembe jutott. A másik oldalon pedig Mr. Szágrálló és Petya. Csapjatok oda, egy kicsit, ez szintén helyi párbaj, úgy látszik, egy kicsit félrehordott a kezem, pécsieket, pécsiek ellen húztam, pesteket, pesteket ellen, de se baj, a fiam húzza le a talajról, és kezdjük el a párbajt! Tehát Burpesti Zingyaház, Petya, Szágrádó, Alba és Jessica.
második párbaja, kicsit belterjes volt, Budapest, Győr. Szeretném megkérdezni a zsűrit, hogy ready-e? Úgy látom a fejüket, igen. Úgyhogy nem maradt más hátra, csak az, hogy 3, 2, 1. Azt hiszem, hogy van egy X-ünk. Mind a két csapatból szeretnék kérni egy-egy embert, aki egy last move-ot csinál. Döntsétek el, hogy melyikőtök az. És csattintsuk oda egy last move-ot, hogy a zsűri el tudja dönteni, hogy mi a helyzet. És akkor még egyszer, amit nem tudtunk eldönteni, B-Boy Pedro, B-Boy Sagrado, Jessica és Alba párbaja. Mind a két oldalról egy ember, egy move-val, the last man with the last move. Gyerünk! Azért adjuk már nekik egy kis bíztatást, jó, hogy ha már egy végig szenvedetek a második részét a párbaja. Lássuk akkor a párbajt, hogy ki fog a döntőbe kerülni. DJ, give me some music.